Lukács Béla elméleti fizikus. Rég nem találkoztunk, tanár úr, hogy van? Hát köszönöm szépen, kiválóan. A jobbnál is jobban, azért mondja kétszer, hogy kiválóan? De igen. Nem szoktam én panaszkodni, de nincs is okom. Értem. Három éve beszélgettünk Idestova nyilvánosság előtt, közben a tudomány öles léptekkel halad, ebben megállapodhatunk. A legaktuálisabb hírrel kezdeném, ha megengedi, a Mars utazásról, amelyet, mint olvasom, esetleg 15-20 éven belül megvalósítanak, sőt, sokan egyenesen már a Mars gyarmatosításáról beszélnek. Azért azt úgy közbevetném, hogy milyen jellemző, hogy földi aggyal a Marsra akarnak menni, de már is a gyarmatosítás jut erről az eszükbe. De most nem ez a lényeg, menjünk bele a tudomány rétegeibe. Mennyivel többet lát, tanul az ember, hogyha személyesen megy oda, mintha a jól képzett robotait küldi fel? Hát a robotok, ugye, ami előre tudott, arra föl tudjuk készíteni a robotot. Ami nem tudott, ottan a robot küld nekünk egy jelet, és akkor mi utasítjuk. Igen ám, de a Föld közel esetén ez olyan körülbelül 10 perc, ameddig megfordul a jel, Föld távol esetén esetleg egy óra. Uh-huh. Tehát sokkal lassabb lenne a haladás, hogyha robotokat küldenénk, sem mint embert, mert az embert ugyanúgy instruálni kell. Hát ezek valamilyen szinten nyilván ki lesznek képezve, de nem tökéletesen. Az úgynevezett mesterséges intelligencia messze nincs azon a szinten, hogy annyi saját kezdeményező képessége legyen egy mesterséges intelligenciának, mint egy kutyának vagy egy macskának. Nem beszélve az emberről. Hát de azért mondtam a kutyát és a macskát. Tehát amire tudjuk, hogy várható, arra fölkészítjük a robotot, ami hát most is ott van a Marson, egy-két robot. De az igazán izgalmas az, amire nem számítottunk, és akkor ő neki szólnia kell nekünk vissza kell szólnunk. Mármint, hogy a Marson lévő embernek, és ez egyfajta együtthatás vagy kölcsönhatás révén tud gyorsabban. Nem az embernek, a robotnak. De én már azon túl vagyok, megértettem. Jó, de a helyzet az, hogy nagyon sok minden van, amit egy Marson lévő ember már el tud intézni. A tudományos megismerésen túl van-e gyakorlati haszna a Mars utazásnak? Azt például komolyan lehet-e venni, amit szintén az újságokban olvastam, hogy a Marsot előbb-utóbb földiesítik, azaz terraformálják, vagy évszázadokig legfeljebb egy-két ilyen megfigyelő állomás lesz ott, és az végzi a dolgát, ahogy végzi? Hát földiesíteni nem nagyon van értelme. Márpedig ez a cél? Hát jó, lehet, hogy most azt hiszik. Tudósok érdekes módon el szokták hanyagolni a közgazdaságtant. A következő helyzet, a Mars felszíne az körülbelül negyed akkora, mint a Földé. Most általában úgy szoktak gondolkodni, hogy hát, amikor megtelik a Föld, a Mars felszíne egy negyede a Földinek, de nincsenek tengerek, tehát mondjuk a szárazföldi terület ugyanannyi, mint a Földön. Körülbelül így számítják. Igen. Ez azt jelenti, hogy egy nemzedéket oldanánk meg azzal a hatalmas munkával, ami a Mars földiesítését jelenti. Tehát, hogyha úgyis túlszaporodás van, akkor 20-30 év laufot kapunk, azon az óriási költség áron, ha viszont csökken a népesség, mint jelenleg Európában, akkor meg minek? Igen. Na most, ha komolyan veszük magunkat meg a technikát, és egy pillanat, akkor kérem, hogy eresszük el a fantáziánkat is, vagy mondjuk egy hosszú pillanatra. Milyen nehézségekbe ütközik a Mars földiesítése? Ugye szintén olvasom, hogy a Földinek csak 38%-a a gravitáció a Marson, amely
hát nyilván komoly egészségügyi problémákat okoz, de az alacsony gravitáció miatt a bolygó körül megtartani az atmoszférát is nehezebb, ezért sűrűbb atmoszféra kell. Hát 100 millió évig megmarad az atmoszféra, tehát szökik természetesen. Igen. Azért van most egy néhány higany milliméter légnyomás, de ha létrehozunk egy nagyjából földi atmoszférát, akkor az 100 millió év alatt megy le a felére. Tehát ez nem egy nagy feladat. A gravitációnak az a része, hogy az állandó alacsony gravitáció miatt esetleg a csontok nem úgy növekednek, mindenféle elképzelés van, hogy a terhesség például talán nem normálisan folyna le. A Marson? Az alacsony gravitáción, igen. Igen, hát ezt még nem próbálták ki, de tehát ilyenek vannak. A fő probléma azonban a következő. A Mars valószínűleg nem rendelkezik olyan ásványkincsekkel, amik nekünk ritkák. A Mars átlag sűrűsége kisebb. Kevesebb benne a vas, kevesebb a nehéz elem. Uh-huh. Hát mi szokott nekünk hiányozni? Platina, meg eféle. Ez valószínűleg sokkal kevesebb lesz a Marson, mint itt a Földön. Tehát, hogyan függ ez össze azzal, hogy az élet akkor megteremthető ott, vagy nem? Az élet a Marson kezdődött. Ez a legújabb hír, igen. Igen, igen, de 97-98-ban ezt már lehetett sejteni. A 96-ban az amerikaiak megvizsgáltak egy meteoritot, amit az Antarktiszról szedtek föl. 12 évig nem nyúltak hozzá, azt hitték, hogy egy gyakori meteorit típus, aztán valaki megnézte, kiderült, hogy nem, kiderült, hogy körülbelül 4 milliárd éves a meteorit, és marsi kőzet. Uh-huh. Hát időnként átjönnek kőzetdarabok, körülbelül másfél tucat marsi meteoritunk van, amiről tudjuk, hogy marsi. De már itt a Földön. Hát igen, ezeket javarészt az Antarktiszról szedték össze, és inkább japánok, mint amerikaiak, de ez a meteorit, ez amerikai. Értem, ez most lényegtelen, de abból a szempontból viszont lényeges, hogy teremtődik meg egy kőzet által az élet a Földön. Na kérem tisztelettel, tehát ez a meteorit, ez hold biztos, hogy marsi eredetű. Ez egy marsi láva, de marsi, nem földi. Ezt hozzáértő ember meg tudja állapítani. De a belsejében van egy üreg, hát valami, amikor kihűlt, megszilárdult, és abban karbonátokat találtak, továbbá valamit, ami nehezen lehet más, mint egy mikroorganizmus. Te egy baktérium vagy valami, uh-huh. Annak a maradéka, te megkövesedve. És 4 milliárd éves. Na mostan 4 milliárd évvel ezelőtt a Mars alkalmasabb volt életre, mint a Föld. A Föld még nagyon meleg volt abban az időben, és valószínűleg nem volt oxigénje, meg elfélék. Most azt gondolják néhányan, hogy a Marson kialakult az élet, és ilyen meteoritokba befagyva került ide, uh-huh. És mivel a Föld is alkalmas volt erre, túl kevés nitrogén vegyület van a régi földi kőzetekben, már pedig az élethez kell a nitrogén is. Na mostan, tehát nagyon valószínű, hogy ez egész a Marson kezdődött, aztán a Mars alkalmatlan lett
az életre. Lehet, hogy van rajta élet. Még az is lehet, hogy... Igen, felszínén nincs, de például a tűzhányóknak a csatornáiba. Ott lehet mikroorganizmusokat találni? Hát nem látjuk a mikroorganizmusokat, de azt látjuk, hogy amikor a négy nagy marsi tűzhányó fölött elmegy egy szonda, akkor megnövekszik a vízpára és a széndioxid. Ez pedig arra utalója. Ez arra utal, hogy a belsejében olyan körülmények lehetnek, ami alkalmas az élet fenntartására. Azt is olvasom, hogy a Mars talajában állítólag minden adott az élethez. Ez akkor, kérdezem, azt jelenti, hogy lehetne ott mesterségesen új élet kialakulást is elindítani, vagy talán úgy jobb kérdezni, hogy az emberiségnek szabad-e mesterségesen életet garantálni másutta a világűrben? Hát ez egy vallásetikai probléma. Kíváncsi vagyok az ön véleményére. Jó, de a helyzet az, hogy fizikusoknak ilyen kérdésekről nem szokott véleményük lenni. Önnek sincs? Nem nagyon, de azonnal mondok valamit, ami viszont fontos. Ha a marsi élet, az ha ott is kezdődött az egész, 4 milliárd éve teljesen máshogy fejlődik, mint a földi. Uh-huh. Olyan trükköket tudhat az ottani élet, amit a földi nem, és fordítva. Ha a mikroorganizmusokat ki tudjuk kaparászni a tűzhányó kráterekből és innen-onnan, hát most mondjak egyet, ha újra el lehet indítani a nagyobb életet, tehát a nem mikroorganizmus szintűt, akkor olyan fáink lesznek, ami a Földön nem romlik meg, tehát nem megy bele a penész, nem hol lesznek meg ilyen fáink? A Marson. Uh-huh. A Marson most fák nincsenek, de ha a mikroorganizmusok ott vannak, akkor tudunk azokból olyan fákat növeszteni, nem most. Először meg kell találni a mikroorganizmusokat, utána ki kell dolgozni a technikáját, amit a földi mikroorganizmusok nem támadnak meg. A fa az egyik legjobb építőanyag, de tönkre megy a Földön. Mindenféle baja lesz. A marsi fa az majdnem örök életű lenne a Földön, és fordítva. Tehát nem tudom, hogy szabad-e életet létrehozni, de ezt nem kell létrehozni, ez mikroorganizmus szinten most is megvan, viszont... Én a mesterséges életről érdeklődtem, tehát hogy mesterséges ott, életet generálni másutt a világűrben. De ott van valószínűleg a mikroorganizmusokban még mindig a marsi élet. Tehát nem kell újat elindítani, azt kell újra fölfejleszteni. És akkor lesz nekünk egy párhuzamos másik életünk, és az nem csak arra jó, hogy jó építőanyagokat lehet ott abból csinálni, arra is jó, hogy akkor nagyon sokat mindent megtanulunk a földi életről. Ez a sztereoszkópikus látásnak az esete. Ha egyszerre két felül tudunk ránézni ugyanarra, akkor több mindent találunk ki. Ön drukkol ennek a Mars kutatásnak? Tehát persze. Személyesen ennek drukkere? Persze, persze. És leginkább azért, hogy párhuzamossá válik az életünk, amit most mondott? Ez csak az egyik. A másik az az, hogy hát az egész 20. században mindenki, akinek természettudományos érdeklődése volt, az gyerekkorában azon nőtt föl, hogy elmegyünk a Marsra, megnézzük, hogy vannak-e lakói, és így tovább. Hát lakói nincsenek, de most lassanként el tudunk menni. Ez izgatott 100 éven keresztül mindenkit, minden természettudóst legalábbis. Most előbb-utóbb el tudunk menni.
Szokás szerint háromszor annyit készültem, de hát letelt az erre szánt időnk. Nemzetközi űrállomásról, fekete lyukról, egyáltalán magyar érintettségről letárt körben akartam érdeklődni, de mindegy, megígértük a nézőknek, és remélem, hogy ezt az ígéretet megerősíti, hogy rendszeresen fogunk itt találkozni, és akkor eszmét cserélünk ilyen kérdésekről. Hát erről csak két dolgot tudok mondani. Ne kezdjem most bele, könyörgöm. Nem, a fekete lyukak nem romlanak meg. Arra legközelebb is tudunk beszélni. A másik pedig, amit az első alkalommal el kell mondanom, az, hogy ha a közönséget érdeklem, akkor én nem leszek ennek az elrontója.